come and see you. Bölle Lukács Budapest bevételére készül. Friss igazolásunkat szeretnénk bemutatni a Fradi TV nézőinek, akik könnyen megtudhatják, Lukács nem a nagy szavak embere, ő gyermekkora óta a munkában, az edzésben, a teljesítményben hisz. De honnan is indult Lukács pályafutása? És hogy egy kicsit megnézzük a pályafutásodat, azt tűnik, hogy te azért egy hűséges játékos vagy, nem nagyon ugrálsz. Kezdjük a kezdeteknél, tehát a Marcaliból hogyan jutottunk el ideig, mi történt ott Marcaliban? Így van, én Marcaliban kezdtem a pályafutásomat a Telek Istvánnál, úgyhogy sokat köszönhetek neki. Az MTK-hoz jöttem, de csak egy fél évet voltam itt. Aztán elmentem Kaposvárra, ott tanultam tovább, és akkor ott a Rákócziba jártam végig az utánpótlás csapatokat. Itt most bele is kérdezek, mert ugye ott Kaposvár azért 18-9 évesen debütáltál az NB1-ben, Magyar Kupában. Igen, akkor kerültem föl az első csapathoz, Bruckner László irányítása alatt, és onnan 24 évesen kerültem ki ugye Romániába. Abszolút nagyon kedvesen fogadtak egyből a megérkezésemet követően, befogadtak, és nagyon jól éreztem magamat. Egész jó szezonom volt az utolsó szezonom, és ennek alapján sikerült az, hogy a Ferencvároshoz igazolhattam. Beszélgetünk egy kicsit a magyar és a román futball különbségekről. Mi az, amit ott megtanultál? Mi az, amivel több lettél? Hát az biztos, hogy a harciasság. Tehát tényleg ott úgy van, hogy nincsen elveszett labda, minden labdaért meg kellett küzdeni, harcolni. Nagyon fizikális a bajnokság, mind futómennyiségben, mind test elleni párharcokban. Én ahol játszottam ugye Jászba, ott a telek nagyon hidegek voltak, nagyon sok hó esett, és nem lehetett kényeskedni. Tehát kimentünk, edzettünk, csináltuk, úgyhogy ez mindenféleképpen ez is az előnyömre vált. Külföldről sok megkeresésem volt, de egy sem volt olyan szintű, mint a Ferencváros. Tehát maga a csapat, azok nem voltak olyan kvalitású az adott bajnokságban, mint itt a Fradi. Tehát itt azért a bajnoki címért lehet harcolni a Ferencvárossal. Most az Európa Ligában megmutathatjuk magunkat. Remélem jövőre, hogyha bajnokságot nyerünk a BL-be, úgyhogy én bízom abban, hogy ezek sikerülni fognak. Jó teljesítményének köszönhetően a román válogatottnál is komolyan felmerült, hogy Bölle Lukácsot honosítani akarják. Ezt játékosunk visszautasította, hiszen magyar válogatott akar lenni. Én csinálom a saját dolgomat, ezt tettem Jászba is, itt is megpróbálok mindent megtenni a csapatért, bekerülni a csapatba, stabil kezdőjátékos lenni, és hozzásegíteni a Ferencvárost a sikerekhez, a győzelmekhez, és ha jön a meghívó, annak nagyon örülünk, ha nem, akkor ugyanúgy csinálom tovább a dolgokat. Nem mindig volt biztos azonban, hogy Bölle Lukács profi labdarúgó lesz, sőt, elmondása szerint az is szerencse, hogy most járni tud. 2007 nyarán volt egy autóbalesetem, ott hát Balatonon voltunk, beleborultunk fejjel lefelé az árokba, és eltörött az ötös nyakcsigolyám, úgyhogy ott engem megműtöttek, kitisztították, behelyeztek a csípőlapátomból egy csontot, és akkor platinával, csavarokkal rögzítették. Hát ott volt majdnem egy éves kiadásom, az elején nagyon nehéz volt ott ugye újra tanulni, járni. Nem sokon múlt, hogy ugye a csont hozzáérjen a gerincvelőhöz, és akkor vége lett volna ugye a pályafutásomnak is, meg annak is, hogy itt élvezzem az életet két lábon, úgyhogy szerencsére ez nem történt meg, és a műtét is nagyon jól sikerült, úgyhogy azóta vígan sportolok. A nehéz időszak komolyabb emberré tette Lukácsot, amit a magánélete is hűen tükröz. Egy éve házas vagyok, a feleségemmel már 8 éve együtt vagyunk. Remélem jól mondtam az évet. Igen, egy éve tavaly júniusban házasodtunk össze, úgyhogy minden rendben van, most éppen lakást keresek, és ha megtaláltam, akkor ugye jön föl is hozzám, hozza kiskutyánkat, van egy dalmatánk, úgyhogy velük fogok itt élni Pesten. Sokan örültek új labdarúgónk szerződtetésének, de addig, ha nem a legboldogabb fradista, maga az édesapja volt. Így van, édesapám nagy fradista, úgyhogy neki mindig is az volt az álma, hogy én egyszer a Fradiba játszam, úgyhogy ez most teljesült, úgyhogy biztos nagyon büszke rám. Ő mindig is tiszteletbe tartotta azt, hogy én nekem mik a döntéseim, és nem akart befolyásolni, tehát mikor kimentem Romániába, azt is elfogadta. Ő elmondja még, hogyha megkérdezem, akkor elmondja a véleményét, de nem akar befolyásolni.
És hát így volt ez a Fradival is, mikor elmondtam, hogy ugye érdeklődik a Ferencváros, akkor nagyon örült. Aztán ugye volt több megkeresésem külföldről is, meg ugye itthonról is. És akkor végül mondtam neki, hogy apa, eldöntöttem, úgy néz ki, hogy akkor elfogadom a Ferencváros ajánlatot, és akkor mondta, hogy jaj, de jó fiam, hát már nagyon, nagyon izgultunk, hogy akkor mi lesz, de nagyon örült neki, úgyhogy most tényleg, tényleg nagyon boldog. Új város, új klub, új csapattársak. Ez egy játékos számára sem lenne könnyű időszak. De ahogy láthattuk, Böle Lukács nem fut el a kihívások elől. Ez pedig egy igazi fradista játékosra van. A Fradi idén is Európában. Vásd ki vagy újítsd meg bérleted június 29-ig kedvezményesen, hogy akciós áron szurkolhassa helyszínen a Groupama Arénában az Európa Liga selejtezőjén is. Részletes információk a fradi.hu-n és az FTC Facebook oldalán. Irány Európa, hajrá Fradi!